Hajnali 4 óra van, elég sűrű napnak nézzünk elébe. Mindjárt indulunk a Pannonia Ringre, ahol a lassabb csoportban egyéni képzést fogok tartani, a gyorsabb csoportban pedig tesztelem a Triumfot a pályán. A legnagyobb parám az volt ezen a motorral kapcsolatban, hogy 2020-tól nem lehet olyan motorforgalomba hozni az EU-ban, amiben ki lehet kapcsolni az ABS-t, úgyhogy ebbe se lehet kikapcsolni, és ez a pályán ez nagyon rosszul tud jönni, mondjuk például a célegyenes végén itt a Pannonián, ami elég kuplis, az ember rövid féktávot akar venni, és akkor elejt csipeget a fékerőből az ABS, és ugye megváltozik közben a motornak az egyensúlya, az ív, amit nagyjából kiszámoltál, hogy hol fogsz befordulni, az nyilván megváltozik. Ha előtted van egy motoros, és közel vagy hozzá, akár még neki is mehetsz hátulról, szóval ez pályára elég szerencsétlen megoldás. De egyelőre most még nem volt részes a dolog. Az első menetben sikerült egy ilyen 2.09-es köridőt elérni, majd meglátjuk, hogy ezt valahogy tudjuk még tovább fejleszteni a nap folyamán, és hogy mi az a határ, mi az a limit, amikor már bele fog szólni az ABS a dologba. Természetesen pályaüzemmódban van kapcsolva a motor, ilyenkor az ABS is ehhez alkalmazkodik, tehát kevésbé szól bele a dolgokba. A futómű az fantasztikusan jól működik, visszajelzés az tengernyi, a motornak az egyensúlya az egyébként óriási. Csupasz motorról lévén szó, már most a lábtartó magasság az határt szab a kanyartempónak, már most sikerült lecsiszolni eléggé a lábtartókat, majd picit megpróbálok még jobban lemászni a motorról, és akkor valószínűleg lesz a helyzet. Hogy most már nagyon bezavar az ABS. Az a furcsa, olyan érzés, hogy a féktávon egy kicsit ráhúznám a gázt. Ahogy az ABS elveszi a fékerőt, ez egy rendkívül bizonytalan érzés, és főleg amikor mondjuk így bolyba megyünk többen, utolérek valakit, ki akarom fékezni, és akkor ilyen kiszámíthatatlanul mozog a motor. Olyan fura lesz az egyensúlya, úgyhogy ez eléggé meghatározza azt, hogy mennyit lehet kihozni ebből a gépből itt a pályán. Biztos vagyok benne, hogy egy versenyző azért ennél többet tudna, jobb köridőt tudna vele menni, kigyorsításon, kanyar sebességben még tudna faragni bőven. De az a helyzet, hogy így amatőrként úgy érzem, hogy nekem kb. itt a limit. Hát az a helyzet, hogy megpróbálkoztam egy olyannal, hogy kiveszem az ABS biztosítékát, de akkor nem indult be a motor. És aztán jött egy srác, aki most eltűnt, de hálás vagyok neki, mert egy nagyon jó ötletet mondott. Vegyem ki akkor a biztosítékot, amikor már jár a motor.
és részben működött a dolog, az történt, hogy a, nem állt le, és rendesen ki is forgott, tehát nem tiltott le, tehát nem vett el az erőből, vagy nem állt át egy ilyen butább üzemmódba, de viszont az összes elektronikát letiltotta, minden egyebet, tehát nem működött a váltóelektronika, nem működött a kipörgésgátló, még a kilométer óra sem működött, mondjuk az pont nem is érdekel, de hát szóval az a helyzet, hogy az első két kanyar után rájöttem, hogy vissza kell állnom manuális üzemmódba, tehát gázelővétellel váltani, és a kuplungot is kellett használni visszaváltáskor, és végre tudtam egészségeseket fékezni, az érzés nagyon jó volt, viszont amennyi időt elvesztettem a váltóelektronika és a kipörgésgátló hiánya miatt, annyit nyertem az ADS kikapcsolásával. Tehát a köridő tizedre ugyanannyi lett, az előző menetben 2.09.1-et sikerült menni, most 2.09.2-t sikerült, tehát gyakorlatilag ugyanaz. Úgyhogy az ötlet jó volt, de hát igazából mégse jött be. Azért vagyok nagyon mérges, mert egyébként ez a motor, ez egy tényleg egy álom a versenypályán, iszonyat jó vele menni, tehát a futóműve az olyan visszajelzéseket ad, hogy az döbbenet. Gumikép gyönyörű, tökéletesen működik a futómű. Erről hátul. Az egyensúlya az fantasztikus, amíg az ABS el nem kezd belecsipegetni, és akkor beleszól, és akkor már változik az egész. De egyébként addig kanyar közepén, kanyar kijáraton fantasztikusan jó. Valami döbbenetesen könnyű ledönteni a kanyarval, tehát így bekormányozni, meg felállítani a motort, ellenkormányozni, vagy bármit csinálni vele a kanyarodás, az annyira brutálisan könnyű, hogy ezért imádom egyébként igazából ezt a motort, de ez az idióta szabályozás, hogy nem lehet 2020-ban olyan motort értékesíteni, amin kikapcsolható az ABS, ez rohadtul üdvítő. Ez tönkreteszi az élményt. Létezik egyébként erre is megoldás. Angliából lehet rendelni a Triumph Racing Support-tól potom 750 ezer forintért egy versenyelektronikát komplet kábelköteggel. Ott ki lehet ittani az ABS-t is, de úgy érzem, hogy ehhez a beruházáshoz most annyira nincs kedvem. Minden esetre annak nagyon-nagyon örülök, hogy ezek a nagy problémáim az életben, hogy kikapcsolható az ABS vagy nem. Addig jó, amíg így van. Összességében egy nagyon jó kis napot zártunk. A szokásos profi szervezést kaptuk Németh Andristól, itt a Pannonia Ringen. Nagyon sajnálom, hogy ez az ABS dolog ez ennyire elrontja a dolgokat, mert amúgy ez egy igazi élménymotor ez a Triumph. Ezt hozzá kell tennem viszont, hogy ez a probléma, ez mondjuk ott kezdődik, hogyha a Pannonia Ringen mész már egy 2.10-es köridőt. Mondjuk a Hungaroringen ilyen 2.05 alatt kb. Tehát hogyha e fölött vagy, akkor igazából nem fogsz érezni ebből az ABS dologból semmit. Úgyhogy ha e fölötti köridőket mész, akkor nem fog igazából érinteni téged. Használ bátran a track üzemmódot, tök megbízható a kipörgésgátló, tök jó az ABS. És a lényeg, hogy maga az egész motor egyébként az egy csodálatos pályamotor ebben a csupasz kategóriában. Ez a 2.09-es köridő egy ilyen teljesen széria csupasz motortól, ez szerintem egy teljesen korrekt teljesítmény. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, megnézted ezt a videót. Ha érdekelnek pályamotoros vezetés technikai képzések, akár egyéniben, akár csoportos, akár a Pannonia Ringen, akár az Euroringen, akkor figyeld itt a Motoros Jogi Facebook oldalon az eseményeket, oda mindig fel fogom tenni őket. Minden jót addig is, ciao!